Természetesen elsősorban majd a mostani eredményekről beszélgetünk, az országos bajnokságról. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Vladár Sándor van itt, de hogyha már szóba került az imént Szécsi Tamás és az edzői módszerei, akkor ön is nála nevelődött, és most nem látok magán már külsérelmi nyomokat, de hát a hírek szerint azért nem volt egyszerű abban a műhelyben dolgozni. Szécsi Tamás egy szuggesztív egyéniség volt, tehát róla nagyon hosszasan lehetne beszélgetni. Azt gondolom, hogy lehet jót is, rosszat is. Mondjuk mind a kettőt, az igazságosnak. Az igazságos, az az igazság, hogy akik kikerültek keze alól, azok a mai életbe is vitték valamire. Tehát talán az volt az a korosztály, akikből orvosok lettek, meg állatorvosok pálya végeztével. Például önből? Hát akár. Van olyan tanítványa, a Will Máté például, aki az USA-ban matematika professzor, Vír Zsuzsa, aki Munkácsi díjas restaurátor, tehát lehetne azért rosszasan sorolni. Azt mondják, és hogy ez egy komoly intellektus volt, és nyilván ezzel hatott is a tanítványaira. Egyrészt, és másrészt pedig például Hargitay András egy értéket teremtett azzal, hogy ő mint úszó versenyző, még aktív pályafutás alatt elkezdte az általános egyetemet, és ezzel nekünk példát mutatott, akárcsak Sós Csaba, vagy Verasztó Zoltán, és kialakult egy olyan iskola, amiben azt gondoltuk, hogy ez egy követendő példa, és követtük is. És ennek kapcsán azért azt gondolom, hogy például Hargitay Andrásra, hogy ő számomra mai napig is példakép, mert valahogy a hűség megtestesítője, tehát hűséges a magyar úszáshoz, hűséges a munkahelyéhez, a Budapesti Állatkórházhoz, tehát hogy... Most ön akkor a példaképével dolgozik együtt? Igen, hát az élet így hozta, hogy egy helyzet kapcsán bekerülhettem, és ez itt nagy megtiszteltetés természetesen számomra. Ezek mind pozitív dolgok voltak, de én egy kicsit az árnyoldalról is hallani szeretnék, mégpedig azért, mert az utóbbi időben úgy tűnik fel a kis László ügy kellős közepén, minthogyha itt csak arról lett volna szó, hogy volt egy ilyen eset a kis László ügy, és az ő csoportjában történtek volna csak olyan dolgok, amik nem a sportvilágába valók a mai felfogás szerint. Az akkori felfogás alapján talán ez máshogy volt, és elfogadóbb is volt a társadalom, biztos azért, mert maga a társadalom is olyan volt. Én azt gondolom, hogy bennem nincsenek már rossz érzések. Volt egy időszak, amikor foglalkoztattak bizonyos helyzetek, vagy élethelyzetek, de nincsenek bennem tüskék, vagy nincsenek olyan szituációk, amikről szeretnék beszélni, vagy úgy érzem, hogy kellene beszélni. Az biztos, hogy az időtájt azért általában véve a nevelési módszerek mások voltak. A mai versenyzők például imádnak úszni. Az akkoriak nem szerette? Nem. Tehát, hogy mi, ha nem jött le egy edzésre, vagy mondjuk nem kellett részt venni egy edzésen, mi boldogok voltunk. Tehát mi, legalábbis magam nevében mondhatom, hogy nem volt túl kellemes leúszni napi 22.000 métert, meg még mellette 2,5-3 óra torna, meg még volt egy gimnázium is. Tehát a mai fiatalok, a mai versenyzők imádják. Tehát ők, a maiak például büntetésnek érzik azt, hogyha nem vehetnek részt egy edzésen. Én nagyon úgy hallom, hogy semmiképpen nem akar a részletekből semmit elmondani, még az agresszióból semmit elmondani, pedig úgy fejezte ki magát, hogy nem kell, nem muszáj most már ezeket elmondania, de lehet. Tehát elmondhatná, hogy mik történtek, hogy ez a testi fenyítésről beszélnek, meg... Hát meg... volt ilyen, persze, de hát most én nem gondolom egyébként, hogy ez olyan nagy dolog lenne, hát bennem egyébként az, hogy néha kaptunk Juliska nénivel 25 seggest, vagy néha kaptunk néhány kokit tőle. Juliska nénivel? Juliska néni, ez... Ő egy segítője volt Szécsi Tamás? Juliska néni, ez egy kerti széknek a leszerelt deszkája volt, tehát semmi egy... Tehát egy deszkával, akit neki ilyen kedves volt ráadásul a neve Juliska néni. Fájt. De én azt gondolom, hogy... Csak 25-öt? Tehát, hát volt, amikor kevesebbet, volt, amikor többet. De én nem gondolom, hogy ez hiba lett volna. Tehát nyilván a mai világban ez nem megengedhető, és a mi egyesületünkben és a Jövő Sportegyesületben, vagy akár a
teljes úszósport spektrumát figyelembe, ez megengedhetetlen. Volt olyan, aki csinált ilyet, hogy rávert egy gyerek fenekére, az el is lebocsátva az egyesületből, tehát ez a világ változik, és ami tegnap helyes volt, az ma helytelen, ami ma helyes, az holnap megint helytelen lesz. Tehát ez nem a másik véglet dolog egyébként, hogy egyetlen mozdulatért elbocsájthatnak valakit, aki esetleg előtte évtizedekig jó munkát végzett? Nem, mert abban a korban az egy megengedett dolog volt. Mint hogy az iskolában is kaptam körmöst a földrajztanáromtól. Ma meg már minden megengedhetetlen. Hát nagyjából igen. Na akkor nézzük meg, hogy ezek között a finom körülmények között nevelődő magyar úszók milyen eredményeket értek el az országos bajnokságon, mert végül is ez nagyon fontos, hogy most a szövetségi kapitány segítőjeként vesz részt a magyar csapat kialakításában, mondhatom így. Nagyon nehéz fejben tartani, hogy hány kvótánk van. Ön tudja? Őszintén tudom, igen, 30 magyar úszó fog részt venni Rióba, és egyébként 50-en úszták meg a A szintű kvótát. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az országos bajnokságon volt olyan versenyszám, például 400 méter vegyesen, vagy akár 200 pillangon, ahol A kategóriás versenyzők egymás ellenfeleként úsztak, és hogyha nem két olimpiai induló lehet nemzetenként, akár 4-5 fővel is felállhatnánk. Ugye például 400 vegyesen, ugye ott lehet Verasztó Dávid, ott lehet Kenderesi, akarom mondani Bernek, Gyurta, Grácz, tehát ezek mind ott lehetnek, de ebből csak két ember úszik, és ezt lehet folytatni még tovább, más számokban is, 200 háton is. Ez a 30, amit mondott, igen? Ez lehet több még? Tehát az Európa-bajnokságon még hozzá lehet tenni? Előfordulhat, de gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ezekben a vezető számainkban, nagyon nehéz számok ugye ezek, megtelt a lista, tehát ugye 4 versenyző van mondjuk, 400 vegyesen, de abból csak 2 indulhat el. Mondjuk azt gondolom egyébként, hogy ez a 2,5 évvel ezelőtt indult sportágfejlesztési program azért úgy lassan láthatóvá válik, tehát 12 olyan egyesület van ma Magyarországon, 20 egyesület, akinek legalább egy ifjúsági bajnoki aranyérme van, vagy egy világbajnoki aranyérme, tehát hogy nagyon sok versenyzőnk van, és azt gondolom, hogy nagyon sok más sportág örülne, hogyha egy-egy számban 4 vagy 5 a kvalifikált versenyző áll a rendelkezésre. Most az önök feladata a következőkben az lesz, hogy eldöntsék, hogy akkor a 4 kvótát szerző közül melyik 2 indul majd mondjuk a 400 vegyesen. Ez egy nagyon nehéz feladat, mégpedig azért, mert itt minden úszónál, vagy nagyon soknál több szám is szóba jöhet, tehát sakkozni is kell annak tudatában, hogy melyik számot mikor rendezik, azok közül a futamok egy napra eshetnek-e, hogyan lehet az energiát jól beosztani, tehát elkezdődik egy sakkjátszma. Mi az első lépés ebben a sakkban? Mondjuk az én szerepem azért ebben nem meghatározó, tehát ugye a szakmai vezető, vagy a szakmai alelnök, mondhatjuk így, Sós Csaba, aki azért azt gondolom, hogy ő sakkozik. 59 éves, abból mondjuk 52 évet úszodába töltött, mint versenyző, egyesületi vezető, tanszékvezető tanár, szakmai alelnök, és lehetne para szakák szövetségi kapitány, tehát hosszasan lehetne. Őt én egy fantasztikus szakembernek gondolom, Hargitay András. Elég jó matematikus. Elég jó matematikus is, úgyhogy ez majd az ő feladatuk lesz, hogy előterjesszék azt, hogy miképpen, milyen feltételrendszer alapján, körülményeket figyelembe véve választják ki a megfelelő versenyzőket. Ugye amikor kiderült, hogy Hosszú Katinka nem lesz ott ezen az országos bajnokságon, akkor nagyon sokan megijedtek, vagy lehet, hogy csak megijesztettek minket, hogy ez kvótákba kerülhet, mert hogy a váltók vele sokkal könnyebben megúszhatnak a szinteket. Ezzel mi lett a helyzet? Hát kétségkívül könnyebb helyzet lett volna a női vegyes váltónak, hogyha Katinka részt tud venni az OB-n, de... Vagy részt akar? Hát
vagy részt tud, vagy részt akar, hát most ezt nem tudom. Igen. Én azért egy viszonylag friss ember vagyok ebből a szempontból, bár Katinkával jó a kapcsolatom, meg számos edzését végignéztem, tehát... Akkor lehet, hogy önnek kéne tartani a kapcsolatot hosszú Katinkával? Hát, ha ő hajlandó erre, hogy velem szóbál adott esetben, akkor természetesen ezt felvállalom. Szóval váltunk, hogy mi a helyzet? Annak idején elnökségi tagként is, mint versenyzői kapcsolattartónak funkcionáltam, tehát na, hát elvileg ez a szerepem. De hát szerintem a Katinkának most van elég dolga, versenyez, felkészül az olimpiára, tehát a váltóra visszatérve nem tudok ebbe mit mondani, hát ő neki ez a felkészülési programjában nem fért bele, nem tudott részt venni, vannak nehézségek, de valahogy megoldjuk. Hogy oldjuk meg? Ezt még nem tudom, de hát még van 4 hónapunk, tehát van még azért egy londoni EB, ahol lehetőség lesz újra megúszni a kvalifikációt, ha jól emlékszem, akkor július 6-áig lehet... Melyik váltóban kell megúszni még? Hát 400-100 nagyvegyes váltóról beszélünk most, a másik 400-200 férfi gyors, ugye ezt teljesítettük, tehát ugye úgy néz ki, hogy három, de legalábbis azt szeretnénk, hogyha mint három váltó részt venne Rióba. Ugye amikor elkezdtünk erről beszélni, hogy az egyik versenyzőnek az egyik számban indítás az befolyásolhatja más számoknak az indulói névsorát magyar részről, akkor, és elkezdődik a sakkozás, akkor hosszú Katinka itt az első. Nyilván. Akinek lépnie kell, tehát vele kell arról tárgyalni, hogy ő milyen számokban akar indulni. Ebben tart valahol a szövetség, vagy még nincsen arról információjuk, hogy mik hát nekem, lehet, hogy másoknak van, de nekem egyelőre nincs információm, tehát nyilván várunk arra, hogy ő pontosan megnevezze, nyilván lehet tudni, hogy milyen számba fog elindulni, de hogy azon felül milyen számba akar még elindulni, arra várunk, hogy információt gyűjtsünk, és akkor annak alapján lehet megtenni a jelölést, illetve a nevezést, meg ugye az edzőknek a kvalifikációját. Tehát azért van mit még tenni, egy kicsit a ilyen irányú információink hiányosak, de mondom, hangsúlyozom, nem az én feladatom azért elsősorban. Azért ez nem tűnik nagyon egyszerű helyzetnek. Nem. Ahogy olvastam, ugye Hargitay András sem tudott még erről hosszú Katinkával beszélni. Arra gondoltam, hogy ő mint korábbi kapcsolattartó esetleg már ezt megtette. De akkor sajnos ezek szerint eddig sem jutottunk el, mert ugye ez a teljes magyar úszócsapat, ha nem is létszámát, de összetételét befolyásolhatja, illetve a többi versenyzőtárs is abból tudja meg, hogy végül is melyik számra kell készülnie. Igen, hát azért mondom, hogy még július 6-áig azért változhatnak a dolgok. Reményeim szerint addig Katinka is nyilatkozik, hogy mit szeretne úszni, mit akar úszni, és hát én magam részéről messze menőkig támogatom, és bár mindenféle törekvését teljes autonómiában elismerem, és segíteni fogom. Köszönöm szépen, hogy ilyen diplomatikus volt, és hogy ennek ellenére még válaszolt is a kérdésekre. Köszönöm szépen, én is.